Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Drogstratégia, a káros szenvedélyeket mérik fel Tamásiban. Bemutatjuk a Vályi iskolát, igazodni próbálnak a munkaerőpiac elvárásaihoz. Kézilabda, hit korcsoportban sportolnak a gyerekek. Ahol nem félnek megnyilvánulni, ellátogatunk a Würzt iskolába. Tamásiban idén januárjában született döntés a városi egészségfejlesztési és drogstratégia elkészítéséről. Akkor egy munkacsoport alakult meg, akik az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy valami módon felmérjék a városban élők, illetve az itt található középiskolai intézményeket látogatók függőségeit, szenvedélybetegségeit. Ezzel kapcsolatban hamarosan egy kérdőív kerül az iskolákba, illetve a lakosság részére a város hivatalos oldalain lesz majd megtalálható. Tamásiban 3 éve alakult a kábítószerügyi egyeztető fórum, a városban található iskolák, intézmények, szervezetek megbízottainak részvételével, amely azóta 4 évente ülésezik. A legfontosabb célul azt tűztük ki, hogy egy helyzetfelmérést készítünk arról, hogy mi is a helyzet a drog területén a városban, Tamásiban és környékén. Erre a helyzetfelmérésre épít fel fogjuk a városi drogstratégiát majd kialakítani és elkészíteni. Ilyen kisvárosban is, mint Tamás is, sajnos létezik és jelen van a drog. Azt nagyon nehéz megmondani, hogy milyen mértékben. Tehát én magam is kíváncsi vagyok, hogy a helyzetértékelésből mi fog kijönni, és ez a mindig is látens dolog, ezt mindig is látens dolgot mennyire fogjuk majd látni, és elsősorban a megelőzésre kell nekünk koncentrálni. Tehát ennek a fórumnak és az itt ülőknek is a legfontosabb feladata az, hogy milyen megelőzési technikákat tudunk alkalmazni, főleg a fiatal korosztály tekintetében. Az éppen aktuális munkafolyamatokról az évente 4-szer tartott ülésein a tájékoztatást a KEF, a tagszervezetek, társhatóságok képviselőinek. Ilyen aktuális volt tájékoztatnunk a jelenlévőket a helyi egészségfejlesztés és drogstratégia előkészítésének jelenlegi állásáról, ugyanis ezekben a hetekben kerül sor az online lakossági kérdőív közétételére az önkormányzat hivatalos online felületein. Most az őszi szünetet követően kerül majd felvételre a jelenléti kérdőív a helyben tanuló 16 éves diákok körében, illetve folyamatosan érkeznek a megkeresett hatóságoktól, illetve társszervezetektől a kezelésellátás, illetve a kereslet és kínálat csökkentés területéről, mely adatszolgáltatásokat szeretnénk felhasználni a stratégia megalkotásához. Törekednek rá, hogy a 4 évente megtartott üléseiken az aktuális napi rendi pontok megtárgyalása mellett olyan szakmai előadások is elhangozzanak, amelyek gondolatébresztőek lehetnek. Ezúttal a Paksi plébános Kutas Attila volt a vendég. A hit és a közösség szerepét hangsúlyozta, a perifériára szorultak, és az elesettek felkarolásában, megsegítésében, melyet mi is nagyon fontosnak találunk a drogprevenció területén is, hogy megtaláljuk azokat a személyeket, akik segítségre szorulnak, és megtaláljuk azt a módot, ahogy segíthetünk nekik. Fontosnak tartjuk, hogy hasonló gondolatébresztő előadásokat hozzunk el ezekre az összejöveteleinkre, hogy az itt megjelent intézményvezetők, társhatóságok, iskolák képviselői egyfajta iránymutatás segítséget kapjanak a drogprevenciós munkájuk során is. Kutas Attila több példát is hozott, köztük személyes történetek is voltak, melyeken keresztül próbálta rávilágítani, hogy milyen fontos, hogy a körülöttünk élők emberi mi voltát szeressük, mellé álljunk annak, akinek erre élethelyzete miatt szüksége van. Történt egyszer, hogy a dzsungelben eltévedt egy vadász. Hosszú kétségbe esett bolyongás után rátalált egy bennszülöttre. Kézzel, lábbal mutogatva, néhány szót eldadogva közölte vele, hogy eltévedt, s kérte, hogy mutasson neki utat. Mire a bennszülött így válaszolt, itt az őserdőben nincsenek utak, itt én vagyok az út. Ha ki akarsz jutni innen, kövess engem.
A plébános az elmondott történettel próbált rávilágítani, hogy fontos jó példát mutatni. A délután folyamán a drogstratégia helyi megalapozó tanulmányának elkészítéséhez szükséges kérdőívekről is szó esett. Két helyi középiskolában fogjuk felmérni a jelenléti kérdőívet. Az ESPAD kérdőívhez hasonló metódus szerint az online lakossági kérdőívet viszont bárki kitöltheti majd, aki ezt a városhivatalos honlapján, és ugye ezt közzétéve a városhivatalos Facebook oldalán is megtalálja és elérheti. Itt nem csak a droggal kapcsolatos adatokat szeretnénk felmérni, és ennek eredményét összefoglalni, hanem általánosságban a függőségekkel és a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban szeretnénk némi rálátást kapni ezáltal. A helyieknek körülbelül egy hónap áll rendelkezésére, hogy a város hivatalos platformjain megtalálható kérdőívet kitöltsék, melyet aztán szakértők fognak összesíteni. A helyzetfelmérés eredményének dokumentumát fogjuk elkészíteni decemberben, amely egy megalapozó tanulmány lesz a helyi drogstratégiáról. Várhatóan december közepén összegzik majd a kitöltött kérdőíveket, amelynek eredményét a későbbiekben az érdeklődők számára is elérhetővé teszik. Az előző téma kapcsán már megemlítésre kerültek a város középiskolái. A folytatásban megismerhetik a Tolna megyei szakképzési centrum Váhi Péter szakképzőiskoláját, melynek múltja egészen az 1900-as évekig nyúlik vissza. Persze azóta számos változáson ment keresztül, de az idők folyamán a szakmai oktatás területei mindvégig igazodtak a munkaerőpiac követelményeihez. A tanulóknak széles ágazati szakmai alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat nyújt az itt folyó oktatás. De nézzük is, az intézmény falai mögött mi folyik. Impozáns aula fogadja a Tolna megyei szakképzési centrum Váhi Péter szakképző iskolájába érkezőket, ahol a kínált szakmákhoz megfelelő tanműhelybázis is tartozik. 1920-ban kezdődött az ipari tanoncoktatás Tamásiban, Kint Vilmos iskolaigazgató szervező munkájának köszönhetően. Néhány évnyi szünet után 1955-ben folytatódott az ipari tanulók oktatásait Tamásiba. 1969-től önálló épületet, 73-tól szervezeti önállóságot nyert az 518-as számú szakmunkás képző intézet. 1989-ben vette fel az intézmény a Váhi Péter nevet, és 2020. július 1-e óta a Tolna megyei szakképzési centrum Váhi Péter szakképző iskola és kollégium intézményeként működik a városban ez a szakképző intézmény. Nagyságrendileg jelenleg 390 tanuló és képzésben résztvevő személy vesz részt nálunk a szakmai oktatásban. 56 munkatársam közül a többség természetesen szakmai oktató, de a szakmai oktatási tevékenységet 5 óraadó, valamint 15 technikai dolgozó is segíti a mindennapi munka során. Bár Tamásiban a Deák Ferenc utca 6-8 szám alatt található a Váhi Péter szakképző iskola főépülete, de a szakmai oktatás több helyszínen zajlik. Szabadság utca 9 alatt működik a tanétterem és a tanszáló, ahol a turizmus vendéglátás ágazat tanulói folytatják napi tevékenységüket, és sajátítják el a szakma ismeretanyagát. Ezen kívül a Rákóczi út 21 szám alatt található a tanbolt és a gépészeti tanműhelyünk, valamint az építőipar ágazatnak az oktató bázisa is, amit éppen most alakítunk ki, hiszen átszervezésre került, a régi bútorraktárból költöztettük át ezt az oktatóbázist. Ezen kívül Fornát pusztán is van egy telephelyünk, ahol a mezőgazdasági gépész tanulóink oktatása folyik. Az iskola szakképző intézmény, ahol a jelenlegi képzési struktúrákban technikumi és szakképzőiskolai képzés folyik. Technikum 5 éves, érettségit és technikusi oklevelet adó képzés, amely során a diákok tulajdonképpen 5
érettségi tantárgyból tesznek vizsgát. A négy jól ismert matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, és az ötödik, ami emelt szintű érettséginek számít, a technikusi vizsga a 13. évfolyamon, ugyanúgy, mint az idegen nyelvi érettségi, a többi tantárgy tekintetében a 12. évfolyamon mérettetik meg a tudásuk. A technikumi képzési formában is minden tanuló már a 9. évfolyamtól kezdve szakképzési ösztöndíjat kap, ez jelenleg havonta 8370 forint, a minimálbér, a mindenkori minimálbér 5%-a. Jelenleg nálunk kereskedelem ágazaton, turizmus vendéglátás ágazaton és informatika és távközlés ágazatban van technikumi osztály. A képzéseink nagyobb részét a szakképzőiskolai oktatás teszi ki, amelyről azt kell tudni, hogy 3 éves képzési forma. A diákok az első évben ágazati alapoktatás során sajátítják el a munkaerőpiactól elvárt kompetenciákat. Tehát, amit a technikumban a diákok 2 év alatt tesznek meg, a szakképzőiskolába 1 év alatt. A szakképzőiskolákban a diákok ösztöndíjat kapnak, ami a mindenkori minimálbér 10%-át jelenti. A 10. osztálytól már egy magasabb összeg illeti meg őket, szakképzési munkaszerződésüknek köszönhetően jövedelemmel rendelkező diákokról beszélhetünk. 2020. szeptembere óta az ágazati alapoktatás projektoktatási formába történik. Az ismeretek komplexitására törekszünk, és ezt várjuk el a tanulóinktól is, és nem fiókos rendszerben tantárgyanként oktatjuk a szakmai ágazati ismereteket, hanem komplex formában, és úgy gondolom, hogy szakmai bizonyítványt szerezve ez nagyon nagy előnyükre szolgál abban a világban, amikor nem egy életre választunk szakmát, hanem folyamatosan megújulni kényszerülünk. A Rákóczi utcai telepad helyett az ágazati képzések közül a kereskedelmi értékesítő tanulók oktatására, ahol egy tanboltban zajlanak az órák. Jól felszerelt tanboltunkkal és szakmai oktatóink segítségével mindenféle szükséges kompetenciát elsajátíthatnak itt a diákok. A Rákóczi út 21 szám alatt még a hegesztő műhelyünk is megtalálható, illetve fémipari műhelyünk, mert nem csak hegesztők, hanem épület és szerkezetlakatos oktatás is folyik intézményünkben. Tanbolt az tulajdonképpen egy szimulációs környezete a való világnak, tehát úgy képzelhetjük el, mint egy valós boltot, és az informatikai háttérrendszertől kezdve a termékbemutatás, az eladók magatartásához szükséges szituációs környezet megteremtését szolgálja. A telephelyen a hegesztők oktatását egy szimulátor is segíti, amellyel a szakmához szükséges legapróbb fortélyokat is elsajátítják a diákok, mielőtt a valóságba tartanák kezükbe a gépet. Az iskolában a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló hagyományos programok mellett törekszenek arra, hogy minél több pályázati lehetőséget megragadjanak diákjaik utaztatására. Várjuk a kedves érdeklődőinket november 18-án és 19-én nyílt napjainkon, valamint december 15-én ismét megszervezésre kerül a pályaválasztási kalandőrület, ahol természetesen 8. osztályos csapatok jelentkezését várjuk. Az pedig köztudott, hogy a tanulás jobban megy, ha aktív sportélet is társul hozzá, úgyhogy egy helyben elérhető sportággal megyünk tovább. A Tamási Kézilabda Klub 7 csapattal működik, ahol 4 edző végzi a sportra való felkészítési feladatokat. A gyerekeknek általános iskola első osztályától van lehetőségük kézilabdázni a csapat égisze alatt. Az edzések helyszínéül a kézilabda csarnok mellett a katolikus gimnázium tornaterme is helyszín biztosít, ahol a 11-12 éves lányok edzése zajlik, most pedig, ha maradnak, akkor betekintést nyerhetnek elsőként e korosztály edzésébe. Lövés után nagyon fontos, jobb oldal fél pályáig fut, aki balra lőtte, az balra fut, jó? A Tamási Kézilabda Klub U11-es és U12-es korosztályának heti 3-szor van edzése, Ferenci Roland tartja ezeket. Hát az edzések azok folyamatos tervezés alatt vannak, labdás edzések, koordinációfejlesztés, állóképességfejlesztés, a képességükhöz megfelelő módon alakítjuk az edzéseket, én rakom össze az edzéseket, és ugye ezt egy elektronikus felületre, az MKS felületére töltjük fel, és ott nyomon követik igazából, hogy mit
dolgozok a gyerekekkel. Náluk most indul be az, hogy csapatjáték. Most léptünk be abba a korosztályba, hogy már rendes pályán játszanak, 6+1 játékosok vannak a pályán, ugye folyamatosan kötelező cserék vannak, hát igazából nem kötelező, csak hogy mindenkinek játék lehetőséget kell biztosítani. Az edző azért megosztotta velünk, hogy a tréningek alkalmával előfordul, hogy a lányok nem minden esetben csak az ő szavára figyelnek, van, amikor ügyes-bajos dolgaikat tárgyalnák meg, mikor jön az edzői szigor, és folyik tovább a munka. Ennek ellenére becsülettel végigcsinálják a feladatokat. Hála Istennek tudunk mérkőzéseket játszani, tavalyi időszak az eléggé hiányos volt a Covid miatt, ugye nem tudtunk mérkőzésre utazni a gyerekekkel, ez azért látszik a játékukon, de gondolom ez nem csak nálunk, hanem a környező csapatoknál mindenkinél jelentkezik, mint probléma. Az U11-es korosztálynál ott nincsen eredményszámlálás, ott folyamatosan látom a gyerekeknél azt, hogy hú, mennyi az eredmény számoltam, mondom, én nem tudom, már nem tudom számolni folyamatosan, meg hogy rájuk is figyeljek, hogy mit csinálunk, esetleg mérkőzés közben hibát javítok, hova kell elhelyezkednie, hova kell állnia, azért ez így nehéz, de folyamatosan bennük van az a druk, hogy versenyhelyzet van, figyelik azt, hogy mi van a kijelzőn, pedig azon 0-0 van, ugye ebbe a korosztályban, már az U12-es korosztályban ez már nincs. Ugye eredmény van, számolják és látják az eredményt az eredményjelzőn, és ez azért motiválja őket. Próbálok folyamatosan hibát javítani, ezt kell is, azért folyamatosan reflektálni kell az ő megnyilvánulásukra. A másfél órás edzés végére sem fagyott le a mosoly a lányok arcáról, kicsit fáradtan, de jó kedvűen nyilatkoztak a sport szeretetéről. Hát ez az alkatomhoz illő sport, és ezt már nagyon kiskorom kipróbáltam, és hát ez nagyon megragad bennem, és nagyon tetszik. Nekem nagyon tetszenek az edzések, a játékok is, de a végén a meccs az jobban tetszik. Jó, meg jól is megy, meg nagyon is szeretem. Az U11-es, U12-es lányok edzéséről a női ifjú és felnőtt csapathoz indultunk, ahol meglepő kép fogadott bennünket, a lányok fociztak. Az edző Varga László elárulja ennek az okát. Nagyon szeretnek focizni, és a bemelegítő játék az igazából nem feltétlen kell, hogy kézilabdás legyen, és akkor a másik pedig, hogy van egy egyesség köztünk, hogyha a hétvégi mérkőzést megnyerik, akkor utána focizhatnak. A Tamási Kézilabda Klub 4 edzővel dolgozik, akik 7 csapatnál látnak el oktatói feladatot, és igyekeznek a csapatokból a legjobbat kihozni. Több bajnokságba indulunk, mert ugye van, hogy egy csapat több bajnokságba is indul. Az idei, ami idén biztos, hogy amiben indulunk, az eddig 9 bajnokság, tehát 9 korosztály, inkább úgy mondom. Ez soknak tűnik, de ezt tudni kell, hogy ebben benne van 3 fiú korosztály is. Természetesen az optimális az lenne, hogyha egy korosztály lenne, de sajnos nincs olyan lehetőség, nincs annyi játékos sem, most már a felnőtt ifi korosztályban, hogy ezt meg tudjuk oldani, és akkor inkább azt választjuk, hogy akkor legyenek többen, és akkor van, olyan edzés, amikor külön vannak, akkor lehet jobban egyéni képzést, olyan, ami a saját korosztálynak megfelelő, és ilyenkor meg inkább a taktikai jellegűt, amihez pedig kell, hogy legyen itt 14 játékos, akikkel fel tudunk állni 2 kapus játékra. A Tamási Kézilabda Klub igen szép sikereket tudhat maga mögött, mellyel a város hírnevét is öregbítik. Célok vannak a jövőre nézve, de hangsúly egyelőre a csapatépítésen van. Kicsit olyan köztes időszakban vagyunk, ugye korábban valóban magasabb osztályban játszott a felnőtt csapat, ugye országos diákolimpiákat nyertünk, most erre jelenleg szerint ilyen céljaink nem lehetnek. Most egy ilyen építkező szakaszban vagyunk, reméljük, hogy a későbbiekben újra jönnek nagyobb sikerek is. Ez a felnőtt csapata is vonatkozik, most ugye megye bajnokságban indulunk, a Somogy-Baranya összevont bajnokságot tavaly megnyertük, mégsem vállaltuk az MB2-t újra, sokban a játékos állomány nem úgy alakult, próbálunk továbbra is erősíteni, és akkor majd a későbbiekben meglátjuk, hogy mikor tudunk újra magasabb osztályba lépni. Az edzések, ahogy láthattuk is, játékos bemelegítéssel indulnak, melyet egy képességfejlesztő szakasz, majd a labdás bemelegítés követ. Hogyha mondjuk kimondott a képességfejlesztő edzés, akkor a labda csak a végén kerül elő, akkor előtte van ugye, vagy futás, vagy egyéb erősítés, nehezített labdás, szögdelő gyakorlatok, vagy valamilyen lábmunka gyakorlat, ezek, amikor ilyen
a felkészülésben, vagy a képességfejlesztő edzésen. Amikor technikai képzés van, akkor már előkerül a labda, amikor a technikai dolgokat csiszoljuk. Amikor pedig taktikai edzés van, az általában ugye mérkőzések előtti edzésen, akkor már hamarabb és mindjárt azt a játékos jellegű maga a kézzel a játékkel előtérben meghatározott feladatokkal. De minden, akármelyik edzés végén, nálam például minden edzésen van a edzés végén játék, ugye vagy hosszabb, vagy rövidebb időben, attól függ, hogy mi a fő célja az edzésnek. A lányok egyéb elfoglaltságukhoz mérten igyekeznek minél több edzésen részt venni, sokan tanulnak vidéken, így ők csak a hétvégi edzésen tudnak ott lenni, és a mérkőzések alkalmával erősíteni a csapatmunkát. A Sarmul Upper Beatrix, most ő viszi az elsősöket, vagy az első, a 7 éveseket, az első általános iskola első osztályt, Simon Horváth Veronika, ő viszi most a másodikosokat, ott van külön lány-fiú csoport is. Majdnem kifelejtettem Erdélyi Mihályt, ő Simon Tornyán visz egy csoportot, akik ilyen U14, tehát 14 évesek, de már valaki serülőben is játszik köztük. Az egy külön csoport, simontornyai cecei lányokkal, ott bérdeljük nekik a termet. Tehát a másik KC néven sok játékosunk van az országban, első osztályú serdülőifi csapatban. Most jelenleg is van 6-7-en, akik ilyen csapatokban játszanak. Illetve most már felnőtt, ilyen B1-ben is van játékosunk, aki innen kezdte és oda került. A test átmozgatása mellett pedig fontos, hogy az agyunkat is trenírozzuk. A társas magatartás egyik alapvető formája a versengés. A 6-18 éves gyerekek, serdülők számára az iskolatársakkal való vetélkedés szinte mindennapos. A Vürceldem általános iskolában már számos megmérettetés van a vállalkozó szellemű diákok mögött, akik felkészítő tanáraikkal együtt sokat tettek azért, hogy jó eredménnyel térjenek haza egy-egy versenyről. Tartsanak velem, nézzük meg, merre is jártak eddig a 2021-22 kettes tanévből eltelt időszakban. Ahányan vagyunk, annyi félék. Van, aki szereti a megmérettetéseket, van, aki már a gondolatától is olyan jó helyzetbe kerül, hogy képtelen a legjobbat kihozni magából. Nem mondható ez el azokról a vürces diákoktól, akik újra és újra képviselik iskolájuk színeit a különböző versenyeken. Az intézmény vezetője büszkén meséli az elmúlt hónapok történéseit. Versenyek tekintetében, mint a Vürc hagyományaihoz ez méltó, most is bővelkedtünk. A legutolsó versenyünk az egy Medve Matek volt, ez egy országos döntő volt, Budapesten rendezték a Gellért hegyen egy szabadtéri, nagyon jó hangulatú verseny, ott vett részt a 8. osztályos csapatunk. Országos szinten nagyon szép eredményt értek el, ben voltunk az első 20-ba, úgyhogy büszke vagyok mind a felkészítőre, Fülöp Néveres Máriára, mint pedig a csapattagjaira. Voltunk Bonyhádon a Bolyai Matematika versenynek az értékelő, záró rendezvényén, ahol másodikak lettek ugyanezek a gyerekek, akik Budapesten részt vettek. Sok programunk volt, a 8. osztályosok a terrorházába látogattak el itt az őszi események kapcsán, illetve rendhagyó történelem órán vettek részt a Simon Tornyai Várban és a környékén, tulajdonképpen ezek voltak, illetve a Lázár Ervin program újra elindult, és egy opera előadást nézhettek meg a 8-osaink. Annak volt egy előzménye, amikor egy úgynevezett opera nagykövet érkezett iskolánkba, aki felkészítette tanítványainkat arra, hogy mit is fognak látni, miről is fognak szólni ezek a darabok. Két darabot néztek meg, az Ajtó és a Telefon című darabot, illetve hát egy közlekedési molőr miatt csak az egyiket sikerült, mert le volt zárva az autópálya. A mai diákok olyan társadalomban szocializálódnak, amely magában hordozza a versengést. Ebben a társadalmi valóságban kell majd megállni a helyüket úgy, hogy a bennük rejlő képességeket optimális módon legyenek képesek kibontakoztatni. Erre adnak lehetőséget ezek az iskolai, illetve iskolák között zajló versenyek. Ez nem csak a diákoknak fontos, ez a pedagógusoknak is, a szülőknek is fontos, meg a mindennapi életben mindenkinek fontos az, hogy a munkájáról kapjanak valamilyen elismerést, így a gyerekeink is örömmel készülnek a versenyre, főleg aki ilyen versenyző típus, de 8 év alatt, ahogy az előbb említettem, ezeknek a gyerekeknek volt alkalmuk meg
ismerni a versenyeztetésnek minden csinyát, binyát, úgyhogy szívesen vettek részt. Nem beszélve arról, hogy ilyenkor azért mindig egy kicsit utazunk is, és egy picit világot látunk. A versenyekre való felkészülés tanulmányi időn kívül a diákok iskolai elfoglaltsága után tehetséggondozó órák keretében zajlik. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!